Az Isten tiszteletet követően bárki csatlakozhatott ahhoz a 499 percig tartó biblia olvasáshoz, amelyel a Sárospataki Református Egyházközség a reformáció fél évezredes jubileumát kívánja ünnepelni. 2017-ben világszerte ünneplik majd a reformátusok ezt a jeles évfordulót. Húsvét nagypéntekén nem véletlenül esett a választás erre a programra. Egyházközségünk főgondnokának a fejéből pattant ki az a gondolat, hogy készüljünk erre a jeles évfordulóra, jövő, ami jövőre lesz esedékes, azzal, hogy most 499 percig Bibliát olvasunk. Ez a gondolat fogalmazódott meg. Többféle egyéb rendezvényünk is van, tehát nem ez az egyetlen, de ez is része annak a sorozatnak. A szentírási részeket pedig úgy válogattam össze, úgy mondjuk ezt, hogy ütf vonulatot rajzoltam meg a teremtéstől, Izrael kiválasztásán át, a mesiásról szóló ígéretek és Jézusban való beteljesedésén keresztül az egyház megalapulásán egészen a mennyei Jeruzsálemig. A Biblia olvasásnak emellett kettő célja is volt a húsvéti ünnepek kapcsán. Minden ünnephez hozzátartozik, és minden naphoz is hozzátartozik egy pici szünet, egy pici befelé fordulás. Azt mondják a belgyógyászok, Egyszer hallottam egy előadást, hogy két szívdobbanás között eltelik egy alig mérhető idő, ami azonban elégséges ahhoz, hogy a szívünk megpihenjen. Hogyha ez nem lenne, lehet, hogy már magzati korban meghalnánk. A lelkünk is valahogy ilyen. 2017 a reformátusok szempontjából egy nagyon fontos év lesz, hiszen a reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük országszerte, és itt Sárospatakon, amely Magyarországi Reformáció központjának mondható, illetve néhány héttel ezelőtt volt lehetőségem Ejzenakban egyeztetni a következő programokról, hiszen Németországnak, vagy mondhatnám Európának is a reformációval kapcsolatos központja, ugye Luther Márton répén éppen Ejzenak. Tehát 2017-ben igyekszünk olyan programsorozatot teremteni majd itt Sárospatakon és testvérvárosunkban Ejzenakban is, amely Európa szerte nagy érdeklődést válthat ki. Mi a felkészül... A Református Egyház koordinálásában, szervezésében itt Sársbatakon már elkezdtük. Folytatásként pedig ebben az évben több programra is bekapcsolódhatnak az érdeklődők.